Megszakították a kerékpárutat Nyírbogát és Kisléta között, hiszen sok munkagép közlekedik itt már fél éve. Akkor kezdődtek ugyanis az ipari park kivitelezési munkálatai. A több mint 320 millió forintos beruházás jelentős részét, majdnem 70 millió forintot a magas feszültség kiépítése jelentette, de ez is már csak a rákötésre vár. A közművek alapjait is lehelyezték, a szennyvíz, az ivóvíz és a gázszolgáltató csövei is a helyükön vannak. Jelenleg a bekötőút építése zajlik, és jól látszik, hogy körforgalom segíti majd az ipari parkban lévő épületek megközelíthetőségét. Ez a körforgalom egyúttal 4 parcellára osztja a területet, amely egyenlőre 2 kis üzem betelepítését teszi lehetővé. Ez a vállalkozások számára versenyhelyzetet teremt majd, de munkaerőt sem lesz egyszerű találni. Ma már a Nyírbogáti közmunkaprogram, ami egy 10 évvel ezelőtt 200 és 300 főt takart, az már a maximum az 50-60 fő területén mozog, és elsősorban azok maradnak itt, akik nem tudnak elmenni valamilyen oknál fogva, akár egészségi állapotok, akár kisgyermekes szülők, akik a gyermekük miatt nem tudnak a versenyszférában elhelyezkedni, és nem tudják vállalni a több műszakos munkát. Az ipari park kialakításával nem csak számukra szeretnének lehetőséget teremteni, cél a fiatalok helyben tartása is, hiszen bár Nyírbátor közel van, az emberek nem szeretnek ingázni. A jövőben azt szeretnénk, ha itt Nyírbogáton, aki dolgozni akar, az tudjon is dolgozni, és versenyképes fizetést tudjon magáénak. Itt az ipari parkban mi szeretnénk egy inkubátorházat a jövőben pályázni. A legközelebbi toppos projektek egyike szeretnénk, ha ez lenne, és ebben az inkubátorházban olyan vállalkozások kaphatnának itt Nyírbogátról helyet, akik helyieket alkalmazva részben a foglalkoztatottságnak a szintjét tudnánk ezáltal növelni, és én mindenképp abban bízom, hogy azok a cégek, akik ide betelepednek, azok versenyképes fizetést biztosítanak az itt dolgozóknak. Az ipari parknak egy 5 hektáros terület biztosítja a helyszínt, ezt tovább szeretnék bővíteni újabb 5 hektárral. Ennek érdekében a szomszédos földtulajdonosokkal folyamatosak a tárgyalások. A most zajló munkák a tervek szerint augusztusban befejeződnek, addigra a közvilágítás is a helyére kerül.